Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el a külterületeken. A belterületeken az önkormányzatok helyi szabályainak megfelelően kell eljárni. Az előző évektől eltérően ez a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Lánchivatal erdészeti igazgatósága adja ki, teszi közzé. Naponta értékelik az időjárást, értékelik a száraz időszakot, és az ő honlapjukon, illetve a katasztrófavédelem honlapján jelenik meg az, hogy az országban mely megyékben, mely területekre hirdetik ki ezt a tűzgyújtási tilalmat. Tudni kell erről azt, hogy ez alapvetően az erdőterületekre, külterületekre, az ezen erdőterületek 200 méteres körzetére vonatkozik, itt bele kell érteni az erdő, az útmenti fásításokat is, tehát ezen 200 méteres körzetben külterületi ingatlanokra vonatkozóan tilos a bármiféle tűzgyújtás. Egyéb módon külterületen a tűzgyújtással kapcsolatosan változások történtek, akik régebb óta foglalkoznak külterületi égetéssel, azok tudják, hogy a növényi hulladékhoz engedélyt kellett kérni a katasztrófavédelemtől. Ez az engedélykérés ez megszűnt, viszont bejelentési kötelezettségük van. A bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni a katasztrófavédelem, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján leírtak alapján és bejelentési adatlappal tudnak eleget tenni ennek a bejelentési kötelezettségnek. Ez nem illetékköteles, egy e-mailben kell megtenni ezt a bejelentést. Külterületi égetés bejelentésével kapcsolatosan fontos kiemelnünk, hogy a magánszemélyek simán ezen az e-mailes módon megtehetik, viszont az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan a cégek, cégkapuval rendelkező szervezetek csak és kizárólag cégkapun keresztül tehetik meg ezt a bejelentést. Sajnos a kültéri tüzek száma emelkedett, eddig az időszakig 19 ilyen kültéri tüzesetünk volt, ami valamilyen szabadtéri növényi hulladékkal, növényzettel kapcsolatos tűz. A belterületeken oly módon alakul a növényi hulladék égetés, hogy a hatályos levegő tisztasággal kapcsolatos szabályzók értelmében ez tilos, kivéve, ha az önkormányzat rendeleti úton eltér ettől a tilalomtól. Tehát ha nincs olyan önkormányzati rendelet, ami szabályozná ezt a belterületi növényi hulladék égetést, akkor alapvetően tilos a növényi hulladék égetése, ha pedig van, akkor értelem szerint annak alapján kell megtenni. Jellemzően időszakokat szoktak behatárolni az önkormányzatok, külön a hétközben, külön a hétvégére, ünnepekre vonatkoztatva olyan szabályokat szoktak behatárolni, hogy mit kell előkészíteni a növényi hulladék égetés mellé biztonsági szempontból, illetve szoktak ők rendelkezni arra is, hogyha országos tűzgyújtási tilalom van, vagy ha megyére vonatkoztat a tűzgyújtási tilalom van, akkor milyen módon kell ezt belterületen megvalósítani. Van, amelyik önkormányzat külön előírja rá, hogy akkor milyen szabályokkal lehet, de az önkormányzataink többsége alapvetően tiltja a belterületen is az égetést akkor, hogyha ez külterületen szabályozva van. Azt, hogy melyik önkormányzat ezt hogyan teszi meg, azt a jegyzőtől tudják megkérdezni a kedves nézők. A továbbiakban mindenképpen javaslom, hogy a katasztrófavédelem honlapján elérhető adatokat, információkat tekintsék át, illetve az Erdőtűz című honlapon és ugyanezen információk megtalálhatók, valamint ugye az önkormányzatok a rendeleteiket helyi módon nyilvánosságra szokták hozni, amelyik önkormányzatnak van honlapja, jellemzően ő is föl szokta ezeket ide tenni. Major Jenő polgármester elmondta bele, de mikor lehet a belterületeken tüzet gyújtani? Jelen pillanatban az érvényes az, hogy egész évben lehet kerti hulladékot, avart vagy ágnyesedéket, egyebeket égetni, kivétel vasárnap, illetve pirosbetűs ünnepnapok. Talán mondhatom azt, hogy egy kicsit kezd kialakulni ennek is a kultúrája. Elég sokan érdeklődtek, akár tőlem is személyesen, hogy lehet, nem lehet, mi a jelen helyzet, ugyanis lehetett hallani, hogy országosan itt a másfél hónapos csapadékmentes időszak okán ugye országosan rendelték a tűzgyújtási tilalmat. Ez vonatkozik ránk, és hát ugye azt tudtam mondani, hogy ami eddig is gyakorlat volt, hogy ránk belterületre nem vonatkozik, csak a külterületi égetésre, és belterületre mindenki úgy, ahogy eddig, azzal az óvatossággal, és ahogy mondtam, kezd kialakulni a kultúrája, tehát a szomszédokra figyelve, száraz anyagot égetve,
és tényleg azokban az időpontokban, amikor legkevésbé zavarja a szomszédságot, pláne azokon a sűrű beépített területeken, ahol esetleg közel van és zavarhatja is. Köszönöm, köszönöm szépen.